Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Imádkozzunk Ady Endre szavaival. Akaratomból is kihullasz én akart, várjuk Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzábeszélni mondásfül. Üldöztetésünkben kellett és kerestelek bús, szilajon és már-már jajomból kihagyom neved, mely szent minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam ki, létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen, előbb, nem szabad hinni senki másba. Isten igényét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom, Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében olvasom az első rész 7. versét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kedves testvérek, talán már a megszólítás is magyarázatra szorul, hiszen többes számban köszönteni egy üres templomban, ahol egyedül vagyok a laptopommal, egy olyan térben, amely éppen az Isten tisztelő közösség által lesz élővé, és nyeri el valódi értelmét, hát egészen furcsa. Mégis hiszem azt, hogy mindazokkal együtt, akik a televízió képernyője előtt vagy az interneten követik ezt a mai alkalmat, közösséget alkothatunk. Együtt lehetünk lélekben, és együtt tudunk figyelni Isten szavára. Isten szavára, amely arról beszél rögtön az első mondat részben, ami talán néhány héttel ezelőtt még egyikünknek sem volt megtapasztalás. Hogy a félelemnek lelke van. Ahogyan a költő mondja, fortélyos félelem igazgat minket. Félelem a láthatatlan ellenségtől, mely vírus képében jelentkezik. Félelem a megváltozott világunk olykor szürreális valóságától, amelyben a bevásárlás hajtó vadászat az alapvető élelmiszerekért, ahol hirtelen az élesztő vagy a WC papír lesz kemény valutává. Félelem attól, hogy túl gyakran találkozunk önmagunkkal és túl keveset másokkal. Aztán ott vannak a jövőben néző kérdéseink, hogy meg tudjuk-e őrizni az egészségünket, a családunk, a szeretteink, mi magunk személyesen. Mikor lesz ennek vége? Hogyan lesz vége? Milyen következményekkel? Lesz-e állásunk? Mi lesz a személyes találkozások hiány meglazuló és ennek okán megváltozó emberi kapcsolataimmal, amelyeket csak részben tud karban tartani az online térben megnövekedett aktivitás? És aztán ott van az egzisztenciális szorongásunk is. Eddig úgy éltünk azzal a hamis biztonságérzettel, hogy a kezünkben tartjuk, uralni tudjuk az életünket, és bizony most ez a bálvány ledőlt. Hirtelen szembe jött a valóság, kérlelhetetlenül és kikerülhetetlenül.
nem tudom megtartani önmagamat. Sőt, nem a magamé vagyok. Keresztény emberként persze tudjuk, valljuk is, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok. Ám a hétköznapokban elkopik ez a tudás, vagy egyszerűen fölülírjuk az életgyakorlatunkkal. Végül Isten nélkül megmarad nekünk egy keserű találkozás önmagunk korlátaival, a tehetetlenségünk, az eszköztelenségünk, egy szóval a félelem lelke. A költővel fogalmazva a semmi ágán ül szíven. A mai igének az a jó híre, hogy Isten nem ezt a lelket, a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Először is az erőnek a lelkét, amely megtanít elhordozni az erőtlenségemet. Sőt, azt mondja, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az ember feladata, Isten népének különösen is feladata az, hogy erőtlenül is erőlködjön, azaz tegyen meg mindent a maga helyén, a maga lehetőségei között. És közben adatik a csoda, hogy Isten lelke a mi erőtlenségünket igénybe veszi. Erejével megajándékozza és eszközként használ föl bennünket. Ezt nevezzük Isten áldásának. Erő kell ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, fenekestől felfordult az életünk. Évek, évtizedek óta rögzült életforma, kedvenc szokások, időleges feladásához mind-mind erő kell. Erő kell ahhoz, hogy ebben a nagy-nagy változásban valamiféle rendet tegyünk, hogy az életünk élhetővé legyen. Erő kell a legegyszerűbb dolgokhoz is, ahhoz, hogy otthon maradjunk, bár egyre szebb az idő. Ahhoz, hogy a megszokottnál is gyakrabban mossunk kezet, és hosszan folytathatnám még a sort. A Szentírás úgy beszél Istenről, mint aki erőd ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Az a lélek, amelyet tőled kapunk, az erő lelke. A Szentlélek életenergia. Tovább lépve, az a lélek, amely Isten ajándékaként a miénk lehet, a szeretet lelke. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ül benne. Nem könnyű erről közhelyek nélkül szólni, azért megpróbál. Jelen helyzetben kiemelten fontos, hogy a szeretet lelkével forduljunk önmagunk felé. A befele fordulás a belső világunkra fordítható idő, még ha némileg kényszerből is most megsokszorozódik. Ez nem lenne baj, hiszen ez tipikusan völgyi feladat, amely áldás lehet akkor, ha ezt felüljő kapott szeretettel és példánossággal tesszük. Viseljétek el egymás szeretettel, mondja Pál apostol az efezusiaknak, és azt gondolom, hogy ezt most megfordíthatjuk. Fordítsuk is meg önmagunk felé, vonatkoztassuk nyugodtan saját magunkra. Kritikus helyzetben a belső béke, a derű megőrzéséhez szükségünk van erre a tudásra. Isten szeret bennünket, és az ő szeretetének a lelkével ajándékoz meg minket. Kérjük el Istentől a szeretet lelkét a családtagjaink vonatkozásában is. Jól felfogott közös érdekünk az otthonmaradás, ugyanis azt is jelenti, hogy hosszú távon javarészt ők maradnak számunkra az egyetlen fizikailag is jelenlévő személyes kapcsolat, tükör, reflexió a külvilágra. Az együttlét örömét könnyen megterhelheti az összezártság.
és lesz a szeretett társból, szülőből, gyermekből célpont. Lesz ellenfél vagy zavaró tényező. Aztán eljuthatunk oda, amikor már az is baj, ahogy nézünk, ahogy szólunk. És elindulhat egy kisszerű harc, ahol már amiatt is frontot nyitunk, hogy miért oda tetted azt a poharat vagy zoknit, és miért nem ide. Találjuk meg a szeretet útját azok fele, akiktől most kényszerből fizikailag eltávolodtunk. Egy telefonhívás, egy levél, egy üzenet az online térben most a szokásosnál is többet jelenthet. Ne legyünk restek kifejezni a szeretetünket, a barátságunkat, hiszen ezek a hetek, esetek, hónapok nem múlnak el nyugtalanul. Bajban ismerszik meg a barát, tartja a közmondás, mert ő talán kevesen tudják, hogy a bibliai jó könyvéből származik. Legyen ez a néhány hét vagy hónap az odafigyelés apró gesztusainak az ideje, amelyek eljuttatják a szeretetet lélektől lélekig. De ne feledkezzünk meg számunkra ismeretlenül sem, az utca emberéből, akivel ritka és indokolt kimerészkedéseink során összetalálkozhatunk. Élelmiszerboltban, patikában, benzinúton. Ő nem az ellenség. Nem a rettegett potenciális vírus hordozó, hanem a fele barát. Szerest fele barátodat, mint magadat. Érte is felelősséggel tartozunk, akár ismeretlenül is. A teljes szeretet kiűzi a félelmét, írja a levelében Pál apostol. Fogadjuk hát el Isten kezéből ezt a felszabadító szeretetet. Harmadszor Isten szent lelkének segítségű hívásával a józanság lelke is a miénk lehet. A józanság lelke. Itt a gondolkodásunkról van szó, a tisztánlátásról, melyből aztán a helyes döntés fakad. A józanság azt jelenti, hogy két lábbal a földön járunk. Hívő reménységgel előre tekintünk és állandóan kapcsolatban vagyunk a mennyei világgal. A hívő ember nem álmodozik feleslegesen. Szembenéz a konkrét valósággal, de erővel és szeretettel teszi ezt, azaz hitben. Tudja, hogy a hit nem illúzió. Ez a bizonyosság tartja őt egyszerre a világban, és mégis a dobogók fölött. Az ember, a hívő ember mindenre illúziómentesen tekint, de ugyanakkor mindent a megváltásból fakadt reménység optikájával szemlél. Az Isten országának gazdagsága ugyanis már itt, megélt valóság, nem illúzió. Józanság szükséges ahhoz is, hogy elkerüljük a könnyelműséget, a felelőtlenséget. Józanság szükséges ahhoz is, hogy ne essünk pánikba. Az ember megszokott perspektívája, hogy a jelenből tekint a jövő felé most meglehetősen bizonytalan és félelemmentes. A józanság lelkével ez az értelmezési keret tágítható, sőt, megfordítható. Nézhetünk a saját életünkre és azon belül a jelenlegi helyzetre, mint egy visszafelé, az üdvösség távlatából, az örök élet reménységében, ahol nincs már semmiféle fenyegetettség. A józanság lelke legyen segítségünkre abban, hogy kiárási korlátozások mellett beszűkült élettérben is megtaláljuk önmagunk számára a feladatot. Megtaláljuk az értelmes létezésnek a lehetőségét, keresztényként pedig a szolgálatterét, az imádságban, a bátorításban, az evangélium hirdetésében, a szeretet gesztusaiban, a konkrét segítségnyújtásban. Végezetül álljon előttünk
Lackfi János kortárs költő néhány nappal ezelőtt született evangélium parafrázisa. Magányos voltam, és videócseten hívtatok. Elfogyott az ennivalóm, hoztatok és letettétek az ajtón. Járvány idején veszélyeztetett voltam, és nem látogattatok meg. Én meg dühös voltam, hiába, hogy miattam teszitek. Forrásaim kiapadtak, és azonnali utalással pénzt küldtetek. Nem volt munkám, és távmunkát adtatok. Nem volt gyógyszerem, és kiváltottátok. Nem volt jókedvem, és az erkélybe kiállva énekeltetek, de váltakozó hamissággal, de aranyos kedvem. Nem voltam humoromnál, és mémeket küldtetek. Magamba zuhantam, és kedvet csináltatok az olvasáshoz. Elfáradtam, és a múltban néző kusztjaitok nyomán levettem a polcról a régi albumokat, befotóztam párat, aztán csak túráztattam az emlékezetemet. Sűvítő csend lett bennem, de zenéket javasoltatok. Én meg fülöttem a jobbnál jobb. Nem tudtam kimozdulni, de feldobáltatok hátok régi utazós képeiteket, és én fejben utaztam, amit egyen is tettetek a kicsinek közül, én velem tettétek. Adja az Úristen, hogy mindjárt élhessen az erő, a szeretet és a józanság lelke. Így legyen. Amen. Hagyjuk a fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy megszólítasz bennünket. Hálát adunk azért, hogy van szabad hozzánk a magányban is. Attól, hogy ne érezzük úgy, hogy csak önmagunk felé fordulhatunk, legfeljebb családtagjaink felé. Hiszen itt vagy, szólsz hozzánk és meghallod a mi szavunkat. Segíts bennünket méltósággal viselni ennek az időszaknak a terét. Megtalálni lélekben és tedben is a kiútat, az élet értelmét, a cselekedetek lehetőségét. Könyörülünk hozzád ezért az országért, mindjárt elsősorban az egészségünkért. Könyörülünk a döntéshozókért, hogy a helyes döntéseket hozzák meg. Könyörgünk önmagunkért, hogy türelemmel fogadjuk ezeket. Könyörgünk a te jelenlétedért, hogy te légy az, aki vezetsz bennünket. A te áldásod kísérjen mindjárunkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az utoldalot, imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De ne védj minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek áldó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Áldás békesség, Istennek dicsőség. Amen.